Újabb migránsokat fogtak el Tolna megyében. Egy Romániából érkező teherautó rakterében bújtak meg azok az illegális bevándorlók, akik a kamion végállomásra történő megérkezésekor próbáltak meg elmenekülni. Badics Zoltán, a Tolna megyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője elmondta, a dunaföldvári és a paksi rendőrök hamar előkerítették a 8 határsértő férfit. 8 óra körül időben érkezett bejelentés Dunaföldvárról, hogy a bioetanol gyár területén egy bolgár kamion rakteréről, miközben a kamionnak a ponyváját leszették, több illegális migránsnak kinéző férfi ugrott le és szaladt szét a gyár területén. Ketten afgán, hatan pedig indiai állampolgárnak vallották magukat, de személyazonosságukat, illetve jogszerű Magyarországon tartózkodásukat semmilyen irattal nem tudták igazolni. A férfiakat előállították a szekszárdi rendőrkapitányságra, majd ezt követően a jelenleg hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően visszakísérik őket kollégáink az ideiglenes biztonsági határzárhoz. Az ügyben a Tolna megyei rendőrfőkapitányság eljárást kezdeményezett. A bolgár kamion sofőrje szerint a migránsok még külföldön juthattak be a teherautó rakterébe.